Az LMP képviselői csoportjának vezérszónoka Csárdi Antal képviselő. Parancsoljon, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, hát, bocsánat, leszakad az arcom. Tehát, hogy államtitkár az expozéjába ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán kimerte mondani a száján, hogy ökológiai szempontok, hát komolyan visszafele vettem a levegőt. Mert az elmúlt évek parlamenti munkája sok mindenre megtanított minket. Többek között arra, hogy a Fidesz kormány által benyújtott törvények címe többnyire félrevezető, és sem a címéből nem lehet következtetni sem a törvény tartalmára, sem a valós szándékra. Az Orbán kormány már teljesen leszokott arról, hogy egyenesen beszéljen, nevén nevezze a dolgokat, és olyan törvényeket vagy törvénymódosításokat nyújtson be, amelyben a cím, a törvényalkotói szándék és a tartalom összhangban áll, és nem utolsó sorban lehetőség szerint közérdeket képvisel. A fideszes jogalkotás, törvényalkotás olyan mélyre süllyedt, hogy magánérdekek és hatalmi manipulációk legitimációs eszközévé vált a helyet, hogy a jövőnket, a magyar emberek jövőjét, az országot és a demokrácia kiteljesedését szolgálná, a kormány jogi szabályozási álmokfutása már régen megcsúfolja az alaptörvényben lefektetett jogainkat is. És ennek a bevezetésnek kitűnő példája az előttünk fekvő törvényjavaslat. 13 fajsúlyos törvénymódosításából álló saláta lényege, hogy tovább erősítse a NER és prominensei hatalmát és befolyását, szabályok alóli mentesítését, a jogszabályok egyedi értelmezését és a gazdagodás lehetőségét. A törvény a Fidesz Birodalom érdekkörének, tevékenységi spektrumának nagy részét felüleli, kivéve a termőföldeket, mert az már ugye ma már megfelelő kezekben van, itt kérem a megfelelőt idézőjelbe tenni a jegyzőkönyv vezetőktől. A tét most a következő. Budai Palota negyed. Norma projekt testre szabása, egész Budapest fejlesztésének egy kézben tartása 2030-ig, ugye itt van a nyakunkon az önkormányzati választás, és ha másból nem, ebből a törvényjavaslatból tökéletesen kiolvasható, hogy a budapesti önkormányzati választásokkal összefüggésben önök nem magabiztosak. Hát az ilyen törvények miatt nem tudnak magabiztosak lenni, kérem tisztelettel. Budapest és a budapesti agglomeráció felügyelete, hogy mi, miből és mely cégek által valósulhasson meg. A Balaton üzletszerű magánosítása, amiről már képviselőtársaim is beszéltek. Mentesítés lezsírozása, kizárólag állami és önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen vagyonelemek idegenítési tilalmának feloldása. A fejlesztések és a megvalósítás további központosítása. A hatósági és közbeszerzési kötelmek lazítása. További felhatalmazások, fakivágásokra a nemzetközi sportesemények és létesítmények erőn felüli és a szükséges mértéken felüli megvalósítására. Az ország infrastruktúrális elemeinek, utak, magas feszültségű távvezetékek, térbeli elhelyezését megkötő eddigi előírások feloldása. De menjünk sorba, nézzük meg ezt tételesen. A bányatörvény módosítása esetében úgy tűnik hasznos lehet, hogy a külfejtéses művelési bányatelket akkor lehet megalapítani vagy horizontálisan bővíteni, ha az erre vonatkozó előírások teljesülnek, és a bányászati tevékenységek befejezését követően az igénybe vett területekre vonatkozó újrahasznosítási cél a települési rendezési eszközökben foglaltaknak megfelel. Milyen kár, hogy a javaslat szerint csak ebbe már nem tartozik bele automatikusan az a korábbi követelmény, miszerint tájrendezés megvalósítása, a tönkretett károkozás helyreállítása. Ismerjük a külszíni bányáknak a kinézetét, hatását, valamiért mégis pont ezt a legdrágább elemet felejtették ki. A világörökségről szóló törvény módosításakor hogyan kell értelmeznünk, hogy ezután az illetékes főhatóság a honlapján olyan követelményeket tartalmazó iránymutatást tehet közzé, amely a hatósági eljárás során érvényesítendő, és az iránymutatáshoz vagy annak módosításához a kulturális örökségvédelméért felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. Mi ez, ha nem szakkérdések és a hatósági döntéshozata kézi vezérlés célzó merénylet.
De a nemzeti vagyon sem maradhat érintetlen, és akár jó is lehetne, hogy az állam és az önkormányzatok a tulajdonukban álló országos közutak és műtárgyai, terek és parkok tulajdonjogát a másik javára ingyenesen átruházhatják, ha nem tudnánk, hogy milyen hatalmi és finanszírozási békjóban tartja a kormány az önkormányzatokat. Gondoljunk csak a Városliget esetére, és valószínűleg, ha egy picit több idő állna a rendelkezésemre, hosszan sorolhatnám a példákat, csak Budapest esetén, és akkor még nem mentem messzebb. Azt csak hava torta, hogy a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlan a tulajdonjog megszerzésétől számítva csak 15 évig nem idegeníthető el, azt követően igen, és hogy a juttatási cél megvalósítása érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási kötelezettség megszegésének. Hát kérem szépen! Majd megmagyarázza államtitkár, én biztos vagyok benne. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvény módosítása gyakorlatilag felülírja a társadalmi egyeztetések hosszú során megvitatott fejlesztési elképzeléseket, kimondván, hogy a történelmi sportterületre vonatkozó településrendezési eszközöket az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az új szabályozás kibővíti és felpuhítja, milyen rendeltetési építmények, épületek, milyen beépítési korlátozás mellett helyezhetők el a normafa területén, és teljesen új helyrajzi számos telkeket is behoz az érintett területek jegyzékébe. Mindez szembe megy a helyi népakarattal, de tudjuk, hogy a Fidesznek semmi nem számít. És hogyha ilyen csodálkozva néz rám államtitkár úr, akkor javaslom, hogy vegye fel az önkormányzattal és a kerületben dolgozó politikai közösségekkel a kapcsolatot, és akkor fogja érteni, hogy miről beszélek. A tavaly elfogadott Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokat a Magyarország filmszakmai támogatási programjával zanzásító saláta törvény egyenes folytatásaként a kormány megint szintet lépett. Az alap az volt, hogy a kormányzat a budapesti fejlesztéseinek úgymond összehangolása a miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe került. Már miért is volna ebbe beleszólása a fővárosnak, illetve annak lakóinak? Ugye itt megint vissza kell utalnom, hogy önök gyakorlatilag a budapesti önkormányzatiságot, a Budapest önállóságát próbálják derékba törni. Többek között azért, mert attól tartanak, hogy elveszítik az önkormányzati választásokat. De ha nem veszítik el, akkor szeretném jelezni, hogy ez a jelenlegi vezetésnek sem szabad, hogy tetszen. És értem én, hogy központi vezetés van a Fideszen belül, és majd a zárt ajtók mögött elrendezik egymás közül, de ebben a városban tisztelette lakik 2 millió ember, és ezek a 2 millió embernek jogai vannak, és igen, nem nézzük jó szemmel, amikor egy ilyen salátatörvény derékba töri azt. A mostani módosítás a kormányzati politikai ráhatást egészíti ki, és a beépített pénzszivattyú hatékonyságát javítja, többek között azzal, hogy úgymond non-profit társaságok hierarchikus sorozatát alapozza meg, amelyek a ráhatás eredményeképpen kivívott hatósági engedélyeket, szerződéseket, adófizetői forrásokat úgy testálhatja át, hogy a szerződés átruházása esetén az átvevő személyt még további közbeszerzési kötelezettség sem terheli. Azt gondolom, hogy akik láttunk közbeszerzést, illetve kiemelt állami beruházásokat, azok pontosan értik, hogy mi ebben a kockázat. Mindezek egyrészt a leendő főpolgármester és önkormányzat hatáskörét csökkentik, másrészt megvalósításhoz hatalmas szabadságfokot nyernek például a hatósági engedélyeztetés, közbeszerzés, kivitelezés beruházás terén. És ez akkor is igaz, ismétlem, hogyha Tallós István marad Budapest főpolgármestere, és akkor is igaz, hogyha 2019-től máshogy hívják a főpolgármestert. Ez nem politikai kérdés alapvetően. Ez az önkormányzatiságnak a megcsúfolása. De a törvény a budapesti fákra is újabb csapást mér, mintha nem volna elég, hogy pár év alatt Budapesten és országszerte sok száz, talán több ezer értékes fa esett áldozatul a Fidesz bebetonozott álomvilágának. Érdemes csak végigmenni ezeken a területeken, ahol kiemelt beruházások keretében a Fidesz-KDNP beruházásokat valósított meg, mindenhol a zöld területek durva megcsonkításával találkozhattunk, a Városligettől kezdve
a Barostérig, a 11. kerületen keresztül, gyakorlatilag a városnak ma már minden pontjáról el lehet mondani egy ilyen példát. A létesítményfejlesztési projektek esetén a fásszárú növények védelméről szóló hatályos kormányrendelet és a települési önkormányzat fák és fásszárú növények védelmére vonatkozó rendeletének fásszárú növények pótlására vonatkozó szabályait eltérésekkel kell ugyanis alkalmazni. Az apropó itt a 2023. évi atlétikai világbajnokság. Ugye a budapestiek azt mondták, hogy nem szeretnének olimpiát rendezni. Ez önöket nem nagyon érdekli. Nem baj, hozunk atlétikai versenyt, hozunk mindent. Hozunk, lesz itt sport, stadion és mindenféle sportrendezvény. Én nagy tisztelettel kérném a kormányzatot, hogy az oktatást és az egészségügyet vegye inkább fókuszba, mert ugyanezen a Budapesten, ahol önök atlétikai világbajnokságot szeretnének rendezni, súlyos forintmilliárdokból, ahol önök olimpiát szerettek volna rendezni, forint ezer milliárdokból, ott hétvégi ügyeletet 4 kórházban 3 nem tudott adni. Úgyhogy én szeretném jelezni tisztelt képviselőtársaimnak, hogy rossz az irány. De az sem elég, hogy 2018-ban keresztülvett törvény szerint Budapest főváros önkormányzata, valamint Budapest első kerület Budavár önkormányzata a tulajdonában álló számos ingatlant ingyenesen, nyilvántartás értéken való átvezetéssel a magyar állam tulajdonába és a társaságok vagyonkezelésébe adták át, hogy a miniszterelnök a budavári álmai teljesülhessenek. Most ott tartunk, kérem tisztelettel, hogy további vagyonvesztést kell, hogy elszenvedjen az önkormányzat, és személyes érintettség után engedjen meg egy megjegyzést, hogy talán nem így kellene büntetni, vagy talán nem is kellene büntetni az ott élőket, csak azért, mert nem egy fideszes potentátot választottak meg. Én azt gondolom, ott élve a választókerületben, hogy ezekre a típusú változtatásokra nincs igény. Hogyha megteszi a fáradtságot és felkeres engem, én nagyon szívesen végigviszem a választókerületen, az első kerülettől a 8.-9. kerületen keresztül a belvároson át, és elmondom önnek, hogy mire volna igény. Valóban, ami fontos lenne, amivel nem rombolnának, hanem építenének. Tisztelt államtitkár úr, és sajnos ez a jelenség nem csupán a budavári Palotanegyedre korlátozódik. A módosítás kiegészíti a kormány kiemelt budapesti beruházási rendeletalkotási jogkörét. Felhatalmazást kap a kormány, hogy kormánybiztos irányítsa a kiemelt budapesti fejlesztéseket, a beruházás irányítási jog tartalmát rendeletben állapítsa meg, és mindezeket megfeleli a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 10 éves budapesti városfejlesztési terv előkészítésével és annak végrehajtásával, beleértve természetesen a nemzetközi sporteseményeket, mert az kell, és azok beruházásait. Tisztelt kormánypárt, én értem, hogy önök a sportrendezvényeken keresztül szeretnék bemutatni, hogy önök milyen sikeres kormányzást folytatnak ebben az országban. És én elhiszem, ez már bejött a 20. század első felében is, hogy egy jól megrendezett sportrendezvény növelheti a mindenkori kormányzatnak a népszerűségét. De tisztelettel és alázattal szeretném jelezni, hogy ennél sokkal fontosabb, lényegesebb problémák vannak mind a választókerületemben, mind Budapesten, mind az országban. És ahelyett, hogy önök ezeknek a beruházásoknak nyitnak tágajtókat, átláthatóságot nem biztosítva, sokkal fontosabb lenne, hogy olyan kérdésekkel és olyan problémákkal foglalkozzanak, amik valóban problémát jelentenek az itt élőknek. Ne sporteseményeket és ehhez kapcsolódó kiemelt beruházásokat tervezzenek és erőltessenek rá a budapestiekre,
hanem oldják meg az oktatási nehézségeket, oldják meg az egészségügyben tapasztalható visszásságokat, vagy egyszerűen csak szabaduljanak meg a parkolási maffiától. És azt gondolom, hogy ha erre fordítanának forrásokat és pénzeket, mindenki sokkal elégedettebb lenne, ráadásul önök is népszerűbbek lennének Budapesten, ja, és akkor nem kellene aggódni amiatt, hogy esetleg nem nyerik meg az önkormányzati választást 2019-ben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a törvényjavaslatot nem úgy csak támogatni nem tudja, lehet más a politika, ezt a törvényjavaslatot vissza kellene vonniuk. Köszönöm szépen a szót!